sehol nem volt. Volt egyszer egy szegény ember, annak egyetlen egy fiacskája és egy felesége. Egyszer azt mondja a fiúcska, édesapám, én elmegyek szolgálni, szerencse próbálni. Eredj, fiam, jó utat, ahol sár nincs. Feltalisznyázták a fiút, és útnak bocsátották. A fiú ment, mendegélt hetet hét ország ellen. Meg sem állt, míg egy nagy sejmes rétre nem ért. Meglátja, hogy a rétnek egy másik oldalán valami pásztor nélküli juhok vannak. Ej, azokat a juhokat nem lehet magára hagyni. Őrzöm hát, majd csak elé kerül a pásztor. Telt múlt az idő, de nem volt sehol a pásztor. Egyszer csak elfogyott az élelme. Gondolta, behajtja a juhokat a városba, ott elad belőlük, mert ha nem, fára hág a bőr az éhségtől. Bement a város szélébe, és a berbécsek közül eladott a mészárosnak egy néhányat. Abból berendezte magát, és a város szélén megtelepedett a juhokval. Ugyanebben a városban lakott egy király, de olyan hatalmas király volt, hogy mindenki félt és rettegett tőle, mert ha egyet prüsszentett, és ha valaki nem mondotta, hogy jó egészségére adja Isten, azt menten elpusztítatta. Egyszer történt egy vasárnap reggel, hogy a király óriási nagyot prüsszentett. Akkor a katonái felszögdöstek a lovak hátára, és vitték országszerte a hírt, hogy felséges királyunk nagyot prüsszentett, mindenki mondja, jó egészségére adja Isten. Akkor a juhász legényke éppen kün volt a legelőn a juhokval. Mikor odaértek a katonák hozzá, és elmondták neki, hogy mi hír a királyról, ő megszegte a parancsot. Ő bizony addig nem mondja, jó egészségére adjon Isten, amíg a király az ő szép lányát neki nem adja feleségül. Akkor a katonák megfogták a csillagszemű juhászt, és bevitték a király elejébe. Éppen kint volt a királylány is, látta a juhászt, nagyon megtetszett neki, de nem mert egy szót sem szólni. Kérdezi a király a juhászt. Mondod-e, hogy jó egészségemre adja Isten? Én bizony nem felséges királyom, még ha ezer halál közé vettet, akkor sem, amíg azzal a szép leányával oltár elé nem megyek. Abból nem esel, juhász, hogy épp az én leányomat neked adjam egy ilyen csekéségért? Akkor parancsot adott a katonáinak, hogy fogják be a juhászt, és vigyék be a szőrdisznók közé, ahol ezer szőrdisznó volt. Akkor nekiállott a juhász, a zekije zsebéből elővette a furujáját, elkezdett furujázni szépen. Akkor a disznók nekiálltak, esszefogontoztak, hol kettő, hol három egymással, így kezdtek táncolni. A juhász addig táncoltatta őket, hogy teljesen vízbe borultak. Eltántorogtak a saját helyökre, és lefeküdtek. A csillagszemű juhász is lefeküdt, és aludt reggelig. Reggel mén az udvarmester, s hát halljatok csodát, a juhásznak semmi baja nincs. Azonnal vitte a király elejébe. No, most mondod a juhász, hogy jó egészségemre adjon Isten? Bizony nem felséges királyom. Míg a leány az én feleségem nem lesz, még ha a kaszatömlöcbe vetted, akkor sem. Na jó, fogjátok meg katonák, és vessétek a kaszatömlöcbe! A juhász gondolta magában, ennek még a felese tréfa. Mert ha ide belélöknek, akkor a testem fancsikába szakad. Kikérdezik ott a katonák? Na juhász, most mondod-e, hogy jó egészségemre adja Isten? Hát várjanak egy kicsit, vitézurak. Menjenek ki, én gondolkozom. A katonák egyedül hagyták. A juhász nekiállt, s pásztor pálcáját belészúrta a földbe, levetette a zekét, ráakasztotta a pálcájára, és a gyöngyvirágos kalapját feltette a tetejébe. Akkor azt kiáltotta ki a katonáknak. Jöhetnek, mert én úgysem mondom, csináljanak velem, amit akarnak. Ekkor ő gyorsan félrebújt a szegletbe. Mivel a házban sötétség volt, a katonák azt hitték, hogy a kút szélén áll, és belélökték a kútba a pálcát, zekét és kalapot. Látták, hogy odalent a gyertya elaludt a tömlöc fenekén, biztosra vették, hogy meghalt a juhász. Másnap reggel megint ment az udvarmester, hát hallja, hogy a kaszatömlöc felől milyen szép furulya szó hallatszik ki. Ej, mi az ördög lehet? Lehetetlen, hogy a juhpásztor volna?
Kitárja a kaszatömlöc ajtaját, s hát látja, hogy a juhász nagy vigan ott furuljázik. Futott fel a királyhoz. Felséges királyom, még él a csillagszemű juhász. Vezessétek azon a levém! Mikor bevezették a király elé, kérdi tőle. Na, mondod-e most, juhász, hogy jó egészségemre adja Isten? Nem bánom én, felség, ha mind a baglyok közé rekeszt, úgysem mondom jó egészségére, míg meg nem esküszöm a lányával. Na, vigyétek fel a toronyszobába, majd lekiabálja nekem onnan, hogy jó egészségemre, mikor a baglyok és a denevérek belé kapaszkodnak a csillag szemébe. Hitték a fiút, de alig, hogy rázárták az ajtót, megint elévette a zsebéből a szépen szóló furujáját. Hát halljatok csodát! Esze fogontozott minden állat a saját fajtájával, és úgy kezdtek táncolni, majdnem kirúgták a fal oldalát. Volt ott olyan sikoltozás, innyogás, vinnyogás, amilyet még ember sose hallott. Mikor már addig táncoltatta őket, hogy a hab szotyogott le rólik, akkor mindegyik elvánszorgott egy szegletbe, és ott meghúzódtak, mintha ott se lettek volna. Akkor a juhász lefeküdt, és aludt reggelig. Reggel mén az udvarmester, hogy nézze meg, lám, mi van a juhásszal. Bényit az ajtón, hát kutyabaja sincs. Felség, még él a juhász. Úgy kacag a torony szobában, mintha övé volna az egész ország. Ej, veszed gyilkos teremtette legényét! Vezessétek azonnal le színem elejbe! Látom, hogy téged nem lehet elpusztítani. Most ülj fel az aranyosintóba! Belé esült a juhász, elmentek ki egy szép ezüst erdőbe. Kikérdezi a király, no hallod-e, juhász, ha neked adnám ezt a szép ezüst erdőt, hát mondanád-e, hogy jó egészségemre adja Isten? Bizony nem, felség. Nekem nem ezüst erdő kell, hanem a lánya. Na, hé, neki! Mentek tovább. Onnan nem messze elértek egy aranytavat. Még a halak és a rákok is mind aranyból voltak benne. Kérdi esmént a király. Hát, ha neked adom ezt a tavat, akkor mondod-e, hogy egészségemre? Én még akkor se, felség. Na, nem baj, menjünk tovább. Onnan nem messze elértek egy gyönyörű, szépséges, szép fehér márványkő kerítést. A kerítésen belül volt egy olyan fényes gyémánt kastély, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. No, mondjad már jó egészségemre, juhász, mert akkor még ezt a kastélyt est neked adom. Én bizony nem, felség, addig, míg a lányát feleségül nem adja nekem. Hát az anyádnak azt a lencsöcit. Nem volt mit csinálni. A király kihirdette az országban, hogy a leányát a csillagszemű juhásznak adja feleségül. Holnap után megtörténik a lakodalom, aki csak fel tud kelni az ágyból, az mind jöjjön el. Lesz ételital elégséges, csak hojzanak magokval. Ültek a lakodalomra annyian, hogy alig fértek a kastély udvarába. Még a kotlós tyúkok is mind oda mentek a csürkékvel. Feltálalták a sokféle ételt az asztalra, éppen utoljára tormát hoztak be, és a tormaszaga úgy megcsípte a király orrát, hogy egy nagyot pösszentett. Akkor a juhpásztor kezdte mondani, jó egészségére adjon Isten, 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 adjon Isten, jó egészségére. Jó szaporán úgy, hogy már utoljára azt mondta a király, jaj, tovább ne mondd, édes fülejem, inkább neked adom az egész országomat és a királyságomat. Rá is íratta az egész országot és királyságát, és aztán a csillagszemű juhász oda vitte az ő szegény szüleit magához, aztán együtt éltek a legnagyobb boldogságban. Még most is élnek, ha meg nem haltak.